Váltották egymást a hét elején városunkban a képzőművészek. Alig, hogy véget ért az ifjúsági művészeti alkotótábor, már is megkezdődött az immár évtizedes hagyományokkal rendelkező felnőtt nemzetközi képzőművészeti alkotótábor. A szerdai napon nyitó kiállítással vette kezdetét a tábor hivatalos programja. A magyarországi alkotók mellett idén is vannak japán vendégei a tábornak. A 10 napos tábor során több kötött program várja az alkotókat, így például értékes előadások hangzanak el különböző témakörökben. A szerdai napon Kovács Zsolt, Babusa János és Szemadán György is közönség elé állt, ahol a Munkácsi díjas festőművész a Hortobágyi puszta, mint a sztyeppék legnyugatibb nyúlványa címmel tartott előadást. Szombaton délelőtt a városlakók testközelből is részesei lehetnek az alkotási folyamatnak, ugyanis a művésztelep alkotói a főtérre fognak kitelepülni és elkészíteni egy-egy alkotást. A tábor záró kiállításának megnyitóját július 25-én csütörtökön 17 órától tartják a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ galériájában.